Büntetés kiszabása mellett a vonat személyzet leszállítja. Sziasztok, a mai videóban itt vagyok Kecskeméten, és itt egy kis. A mai videót egy meglepetéssel kezdeném, ugyanis 2020. 12-28-át írunk, és ide Kecskemétre nem jár menetrend szerint a KISZ motorona. Így nagy öröm volt látni a hajnali órákban. Az emeletes motorvonat pályaszáma 815-007. A mai videó fő témája a BZ, ami heti egyházára jár. Tartsatok velem, és fedezzük fel a 142-es vonal déli részét. BZ megy is tovább Lajos Müzsére. Ott pedig a Sprinter busz. Most ment el a Kekó Sprinter busz. Gyakorlatilag pontosan tudja a menetrendet. Próbált letörölni, hát ha jobban látszik. Ilyenkor közlekedik egyébként a busz. Egyrészt jön, kimegy a végállomásra a busz, minden a vastállomásra, meg van a másik, amelyik gyakorlatilag tesz egy kört itt a városba. Hát ezt most gyakorlatilag így meg is teszi, és aztán vissza is érkezik a következő vonathoz. Hát. Érkeztek ide a Sprinter buszok a vastállomásra. Ott láthatjátok is.
4000 a közvetítő vonat ilyen vízével van kérdve, légkod is. A Kecskeméti Közlekedési Központ és a MÁV közös projektje miatt készül ez a videó. 2020. december 13-ától Hetényegyháza és Kecskemét között a csúcsidőszakokban nem csak az autóbusz és a forgalmi dugó várja az utasokat, hanem ott a lehetőség, hogy vasúttal utazhassanak. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy 11 pár vonat közlekedik Hetényegyháza és Kecskemét között. Reggel 4 pár vonat, délután pedig 7 pár vonat közlekedik. Ezt a távot egyébként 15 perc alatt teljesíti. Ugyanezt a távolságot autóbusszal Hetényegyháza óvodától nézve 22 perc a kecskeméti vasútállomás, ami csúcsidőben sokszor 30 percet is késhet. A további újdonságokat majd a 353-as buszról folytatom. Thank you.
Amikor leszállunk a vonatról, itt van velünk szemben az állomás, és nem kell messzire menni, hiszen rögtön itt várnak is a buszok. Itt heti egyházán belül ilyen Mercedes Sprinter buszok járnak. A Kecskeméten pedig a Mercedes Reform járművek, amiket Debrecenben szerelnek össze. Azokat a járműveket lehet igénybe venni. Ahol most ülök, az a Keko új Sprinter buszán. Ezeket a kis buszokat újonnan hozták ide Hetényegyházára. A 353-as és 354-es járatok ezzel a menetrend változtatással jött létre, melynek célja, hogy a vasútállomásról egyenesen Hetényegyháza belső részébe mehessenek az utasok, így javítva az utas komfortot. A járatok és a jegyárakkal kapcsolatban a videó leírásában található linkek segítenek.
tovább Nagykörös, Neglén, Berihegy, Rübánya-Kispest, Zuglónán, Budapest utcai pályaudvarra. Az Intercity kocsikba, amelyek számozása 18-as számmal a vonat elején kezdődik, Intercity út és helyegyváltása kötelező. Köszönöm a figyelmet, találkozunk egy következő videóban.